Szeretett testvéreim, Krisztus születését ünnepeljük, és ezen az éven is ünnepeljük. Nem nézve arra, hogy nehéz időket élünk, háborúban ünnepeljük, sötétségben ünnepeljük, de pont azért, hogy ilyen nehéz, lehetséges, hogy ez a legmélyebb ünneplés lesz, mivel Krisztus a világosság, aki a sötétségbe jött. Megtapasztalhatjuk ezek a nehézségek miatt az ő világosságának a jelenlétét. Amikor a Szent Teste együtt összejöjünk a családba, a barátok körében, akkor nyissuk ki főleg szívünket Jézusnak a jelenlétére, tapasztaljuk meg az ő szeretetét, és szeressük egymást. Ajándékozzuk meg egymást avval a szeretettel, jósággal, világossággal és meleggel, amelyiket mi is befogadjuk Krisztustól, amikor elmegyünk a karácsonyi szentmisére, vagy a karácsonyi együttlétre a templomokba, akkor is mélyen nyissuk ki szívünket Jézus jelenlétére, hogy megtapasztaljuk azt a világosságot, ami legyőzte a sötétséget. Ezért, szeretett testvéreim, ez a karácsony legyen nagyon mély Krisztus jelenlétében. Be tudjuk fogadni azt az erőt, azt a kegyelmet, amelyet ő nekünk tud adni és megadja, ha mi befogadjuk. Krisztus már megszületett és köztünk van. Segítsen nekünk Szűz Mária és Szent József ugyanúgy befogadni őtet, ahogy ők befogadták őt az ő életükben. Szép áldott, szeretettel teljes, világossággal teljes karácsonyt kívánok nektek!